Sziasztok, Ági vagyok. Szeretnélek ezzel a kis filmmel egy utazásra meghívni benneteket, amely filmben három különböző részét mutatom be az országnak, igazából növénytani szempontból. Kirándulunk egyet a Gerezsdi-dombságban, amit márciusban vettem föl, majd két filmet áprilisban készítettem, az egyik a Gerecsében, a másik pedig a Visegrádi hegységben. Úgyhogy azt szeretitek a természetet, szeretitek a növényeket, és persze az állatokat is, akkor tartsatok velem. És hogyha tetszik nektek, akkor nyomjatok egy tetszik gombot. Jó utazást! Megnézzük a Mórágyi rögöt térképészeti szintvonal vonatkozási pont, ugye gránitba. Ugye még egy ilyen hely van Magyarországon, ugye az egyik az Mórágyon van, ugye fő alappont, létesült 1952-ben. A második pedig Nadap község. Ott is van ilyen, talán itt jobban lehet látni. Én. Tehát a magassági mérésre használták. A másik a Velencei hegységben, Nadap községben található. Talán Magyarországon ez a két olyan pont, amik úgymond állandóak, idézőjelben, tehát a szintezettséget ehhez lehet mérni. És az az érdekes, ugye, hogy gránitot találunk a Velencei hegységben, és itt is gránit van. Ugye a gránit az egy mélységi magmás kőzet. Ha elnézzünk erre, akkor itt gyönyörűen lehet látni, hogy a milyen gránit kőzetek vannak. És pont itt a fő alappont mellett találjuk ugye az ökörfarkórót, egy két nyári növény. A szöszös ökörfarkórót. Itt van. Ilyen bársonyos. Bársonyos a levele. És hát a Bellis perennis a százszor szép is megjelent. Úgyhogy ennek a levelét szokták salátába megenni. Itt lehet látni a leveleit. Tehát ezeket meg lehet enni. Itt lehet látni. Hogyha jobban megnézzük, még pici, de bizony ez Orbánc fű. És puha levelei vannak. Mórágyon vagyunk, és itt vagyunk egy kis patakocskánál, és az aranyveselke, nagyon szép kis növény, a üde friss vizet szereti. Ugye Mórágy len van Gerezsdi dombságban. És mellette a podagrafű is kijött már. Itt lehet látni. A vére hulló fecskefű is a patak mederbe megtalálható.
És az első példány a tüdőfűről, az igazi orvosi tüdőfűről. Pulmonaria officinalis. Március 18-a van, és hát most egy picit megtorpant a hideg időjárás miatt a természet, de ez nem fog sokáig tartani. De pont így március közepére jellemző, hogy a martilapú virágzik. Következő növényünk a család, a nagy család, Urtica dioica, szépen lehet látni. Hát még nagyon pici. És itt tolnában már látjuk, hogy virágzik a Glechoma hederacea, a kerekrepkény. Hát nálunk olyan április eleje közepe. Ugye most március 20-a van. Aztán itt a menet közben rábukkantam a kakukkfűre is. Szépen látszódik. És találtam gyermekláncfüvet, itt már virágzik itt. És amit kerestem, ez a ragadós galaj. És már most is ragad. Az aparina, aparina. Jó. Útközben nagyon érdekes piros árva csalán. Látszódik, hogy a felső levelek bíbor színűek, hogy bepirosodnak neki. Talán itt jobban lehet látni tőleveleket. Jézus, az erdei gyömbérgyökér. Ugye a tejája az egy nagyon szép vöröses színű. Ugye a gyökerét használjuk föl. Még egy érdekes növény lehet megfigyelni, és ez pedig a borostyánlevelű Veronika. A Veronika hederaci fólia. És a következő növény, ami úgy észre lehet venni, a turboja, az amatos turboja, az Antriscus cerefolium. Szépen látszódik a levele. Az út szélén pedig a foltos árva család. És itt van a bogláros szellőrózsa,
Gyönyörű. Különböző lednekek, ez a tavaszi lednek lesz, még nem virágzik, szép kék virágja van, a Latirus vernus. Itt van egy nagyon érdekes növény, a Mercurialis perennis, ez a szélfű. Jó, odvas keltike. Előjöttek a kapotnyakok, Azarum europaeum, szép vese alakú levelei vannak, szép fényesek, árnyékkedvelő, vagy árnyéktűrő növény. Na, tehát itt van a kónya vicsorgó. És megtaláltuk a bükkösben a galambvirágot. És áprilisban virágzik a hóvirág. Édes gyökerű páfrány. Sziklapárkányon. A kövek között látunk turbáliliomot, csak még picike. A következő növény a csillagos tél temető, Hyemalis. Egy nagyon érdekes kis bundás légy, a pöszörlegyek. Szépen a nektáriumokat szívogatja. Ugye itt van egy orvosi tüdőfű. Pulmonária officinalis, vagy pettyegetett tüdőfű. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle, összesen négyféle tüdőfű van Magyarországon. A salátaboglárka még virágzik, a Ranunculus ficaria, vagy ficaria verna. Egy újabb növény, a Polygonatum multiflorum, ez a fürtös salamonpecsét. Itt talán látszódik, hogy a virágok nem sokára virágozni fognak. Ugye a növény onnan kapta a nevét, hogy a
kúszó rizomák, földben kúszó rizomák, gyöktörzsek. A gyöktörzseken kialakul ilyen pecsétszerű lenyomat. Ez igazából mindig az előző évi hajtás visszaszáradásának a helye. És innen kapta az elnevezését. És kijöttünk az erdőből, és az erdő szegélyen egy melegebb, szárazabb helyhez alkalmazkodott tüdőfüvet, a bársonyos tüdőfüvet látjuk. Ugye a pulmonária mollis, vagy mollissima, tehát ez a puhácska. És ha megnézzük, ugye a leveleit, ilyen bársonyosak. És már látszódnak a hajtásai a hagymaszagú kányazsombornak. Az Alliaria pecioláta. Ja, hajnalpirlepkének a tápnövénye. Megláttam ezt a bojtorjánt, és a bojtorjánból is a pokhálos bojtorján, az Arctium tomentóza. Szép kis tőlevelei. Tehát itt van a vaddisznó túrásoknál a Capsella burza pastoris, a pásztortáska. Közönséges pásztortáska. Egy hónapja itt jártunk, és kerestük ezt a növényt, de végre megtaláltuk, és itt van a kis árnyékba. Hát igen. Kökörcsinek, leány kökörcsin. Itt vagyunk a Visegrádi hegységben, és egy gyönyörű, szép növény, amit láthatunk. Ez a tavaszi kankalin, a Primula veris. Nagyon szépek a tavaszi kankalinok. Szép. Összefort csészéjük van, és összefort színom levelük van. Nem sokkal virágzik a kökény. Még egy érdekes növény, ez a Glaucoma hirsuta, ez a borzas repkény. Foltos árva csalánok. Ugye ez a foltos árva csalán. Milyen érdekes, hogy nincsen foltja, mégis foltos. Hát most virágzik, nagyon szép. Az utolsó növény,
Mára, a kerekrekkény, a glekoma federácia.